Ugyan a falak már állnak, de letették az új katolikus óvoda alapkövét Geszteréden. Törő András intézményvezető elmondta, a régi álmuk teljesül. Ma ünneplünk, hiszen az új óvodánk épületének alapkőletétele valósul meg. Fenntartónk, Palánki Ferenc püspökatya nagyon jó és bölcs gazdaként nyújtott segítő kezet, amikor felmerült annak az igénye és szükségessége, hogy óvodánk a régi elavult, korszerűtlen épülete helyébe modern, 21. századi épületet varázsoljon. Minden gyermeknek megfelelő gondoskodás, figyelem és nem utolsó sorban megfelelő környezet kell ahhoz, hogy fejlődhessen. A fiatalok helyben maradását munkahelyteremtéssel és a fiatal kisgyermekes családok számára megfelelő nevelési, oktatási intézményekkel lehet elősegíteni, fogalmazott a település polgármestere. A beruházás illeszkedik Geszterék község önkormányzatának településfejlesztési tervéhez is, hiszen növeli a település lakosság megtartó képességét, vonzóvá teszi Geszterédet az ide települők részére, a magas színvonalú szolgáltatás révén, és hozzájárul az élhető község kialakításának folyamatához. Az 500 millió forintos beruházáshoz Magyarország kormánya is hozzájárul 168 millió forintos állami támogatással. Csak a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében három új óvoda épült 250 férőhellyel. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára arról beszélt, hogy a mai fiatalok egy olyan felgyorsult világban élnek, amiben nehéz döntéseket hozni, nehéz elköteleződni. A nevelésnek pedig ebben óriási szerepe van. Tulajdonképp ennek az egyik része az, amit a katolikus egyházzal is és más felekezetekkel közösen megkötöttünk, szerződéseket, illetve terveket, mondjuk így, hogy szőttünk, aminek eredményeképpen a katolikus egyház is egy óvodaprogramnak a részese lehetett. És ezen belül, hála Istennek, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye is három új óvodát építhet, illetve építhetett. Megint csak köszönöm szépen püspök atyának és munkatársainak, hiszen ezzel 250 új férőhely jön létre, ami olyan óriási nagy dolog, és ezzel tulajdonképp csatlakoztak ahhoz az országos programhoz, ami a katolikus egyházon belül 13 ezer vagy új férőhelyet, vagy pedig megújuló férőhelyet jelentett. Óriási nagy dolog ez.